A világ talán legrégibb őskönyvében, a Jikingben, magyarul a Változások szent könyvében található egy képjel, a Mingyi. Ez a képjel azt jelenti, hogy egy barbár harcos nyilával a napba, holdba lő. A barbár harcos ezzel megsebzi a fényt, így akarva a sötétség végső győzelmét. A sötétség ebben az értelemben a lélek sötétségét jelenti, a lélekrontás állapotát. Mai világunk egész története a Mingyi erőterében zajlik, véli Müller Péter. Ilyen időkben mindenki ki van téve annak a veszélynek, hogy elveszti önmagát. Bensőnket mérgező lelki befolyások roncsolják, pusztítják. Többek között gyűlölet, utálat, irigység, hazudozás, rosszindulat, tudatlanság. A mérgek hatására belehűlünk, belepusztulunk, belealjasodunk létünk mocsarába. Hagyjuk magunkat a sötét erő által legyőzetni. Ellenállás nélkül, megadóan, feltartott kézzel. Ekközben csak annyit tudunk mondani, mindig így volt és így is marad. Ez korunk egyik legnagyobb spirituális kihívása. Ismerni, megérteni, gondozni és legfőképpen megtartani a fényt, mert csak ezáltal tudjuk megakadályozni a sötétség állandóságát. A fény által teljesedhetünk ki saját életutunkon és közösségünk megerősítésében. A világ alapvetően fénytermészetű. A fény mennyisége, minősége és kiterjedése a világban azonban rajtunk múlik. Az embernek saját magában kell tudatosítania a fényt és a hozzátartozó fényteret. A bennünk születő megnyugvással, az elfogadással és megbékéléssel teljesíthetjük ki tudatosan e teret, és ezáltal a fényenergiákat szabadabban tudjuk áramoltatni a sötétség ellen. Így a fény beragyogja a sötétséget, és puszta létével átvilágítja, leleplezi a sötétség illúzióit. A belső fényünk megtalálásában megkerülhetetlen az a felismerés, milyen csodálatos és káprázatos érzés, hogy éppen most élhetünk, éppen mi élhetünk, és éppen itt élhetünk. Ahogy Farkas András írja a Szívmelengető könyvecske című könyvében. Itt megtanuljuk, hogy az életed nem csak neked fontos, hanem mindannyiunknak, hogy soha ne sérts meg a másik fontosságának tudatát, érzetét, hogy soha ne éreztes senkivel, hogy ő nem fontos számodra. Itt felismerjük, hogy egyediek, megismételhetetlenek, különlegesek vagyunk. Itt rádöbbenhetünk, hogy ha jót teszel a másikkal, az milyen felszabadító érzés. Itt megtudjuk, hogy csak akkor vagyunk szabadok, ha mások szabadsága is kiteljesedhet. Itt átéljük a létezés misztériumát, az áldott pillanatokat. Kosztolányi gyönyörű sorai így összegeznek. Áldottak ők. Áldott, ezerszer áldott a decemberi deres virradat, mely most szívembe, ahol minden átok, világot gyújt és nyújt egy jégvirágot nekem, kinek már semmi sem maradt. Áldott mindenki, zokogok, kiáltok a tiszta lázak zengő reggelén, áldott a szívdobogtató és szürke hajnal, mely most megindul sejtető robajjal, s éjnap között, így, még egész enyém. S áldott a föld, és áldott legyek én. Mindannyian kis apró lángok vagyunk, és nincs más utunk, mint egymás felé tartani, hogy tüzes fénynyalábbá olvadjunk össze.